Gyerekzsivajtól hangos a gunarasi tábor, ahol a Dombovár és környékbeli diákok térítésmentesen tölthetnek el egy-egy hetet, mondta el a város polgármestere. Az Erzsébet táboros lehetőségnek nagyon örülünk, hiszen mi ezt a tábort elkezdtük már tavasszal szervezni. Akkor adtuk be a pályázatot, nyilván akkor még költségtérítés is reérdettük meg a tábort. Nagyon öröm volt számunkra, és nyilván a szülőknek még nagyobb öröm, hogy gyakorlatilag térítésmentesen vehetnek részt a gyerekek ebbe a táborba. Nyilván a tábor szervezésekor már próbáltunk az előző évhez hasonlóan színes programokkal készülni, mind ugye mai nap is látható majd, hogy lesz egy kutyás bemutató. Annak is nagyon örülök, hogy talán be is hallatszik, hogy jó kedve van a fiataloknak. Az előbb egyeztetünk, már nagyon várják a pénteket, hiszen gunaros fürdőn vagyunk és tudnak menni fürdeni. Nagyon remélem, hogy ezt a dolgot tovább tudjuk folytatni, és a következő évben hasonlóan 4 héten keresztül 20 fős fiatallal el tudjuk tölteni itt a nyarat. Első körben nem volt kikötés, nyilván a második körben meg kellett vizsgálnunk, hogy valóban alkalmasak-e rá, és azok a feltételek adottak-e, mely mentén a részvétel lehetősége fennáll. Hála Isten, senki nem esett ki a rostán, és mindenki részt vehetett benne. Természetesen nagyon fontos, és meg kell, hogy köszönjem a pedagógusoknak azt a tevékenységét, amelyre tavaly is és idejében is mellé álltak a tábornak, és biztosítják a felügyeletet a gyerekek részére. A kolléganőim is a pedagógusok voltak a főszervezők, természetesen helyi erőket próbáltunk minden esetben igénybe venni. Alapvetően tűzoltóság, rendőrség, régi visszatérő vendégek itt a táborba. A gyerekek mindig nagyon örülnek neki, a zeneiskola részéről is megvan a támogatás, hiszen Pápai Laci tanár úr minden évben ide látogat a tanítványaival. És azt gondolom, hogy a legnagyobb érdeklődésre mai napon a kutyás bemutató tart számot, hiszen a gyerekek nagyon szeretik az állatokat. És valóban a táborban résztvevő gyerekek nagy örömmel fogadták a kutyákat és kiképzőiket. Azt szeretem a legjobban, tudnak valamikor cukiskodni, lefeküdnek, hogy tudnak valamikor pacsizni, hát meg ilyen eféle. De visszahozzák a labdát. Itt voltak a kutyások, és bemutatót tartanak nekünk, hogy milyen okosak a kutyák, és mit tanultak. A 2012-ben alakult Dombodog Centrum Kutyás Sportegyesület fő profija, a profi kutyázás, az EGP sport. Rendszeresen járnak óvodákba, iskolákba is kutyás bemutatókat, és ismeret terjesztést tartani, különös tekintettel a kutyaharapásos balesetek megelőzésére. Alapvetően ugye a kutyákkal való kommunikációt próbáljuk a gyerekeknek megmutatni, hogyan kell viselkedni a kutyákkal, a felelős állattartásról, minden ilyen kutyás dologgal kapcsolatban tartunk nekik ugye egy kis információközlést. Az mellett persze természetesen a kutyás sportokról is bemutatót tartunk, ugye alapvetően a mi egyesületünknél az EGP, Nemzetközi Munkakutya Sport, a fő sporttevékenységünk, és erről is tartunk nekik egy komoly ismeretterjesztést. Azt gondolom, hogy elég érdekfeszítő volt ez számukra, és nagyon örültek ennek. Van egy 7 éves versenykutyánk, ami a nemzeti bajnokságon folyamatosan részt vesz. VB kerettag is volt az idén, de sajnos le kellett mondanunk a különböző okok miatt, de jövőre újra megpróbáljuk. Az mellett van egy fiatal kutyánk, aki gyakorlatilag most nagyon fiatalon először debutál itt a gyerekeknél. Különbséget tudnak tenni egy érett kutya és egy kezdő kutya között. Megvan egy harmadik kutya, amin majd ők próbálhatnak ki egy-két érdekes dolgot, ha van elég bátorságuk hozzá, természetesen szakmai felügyelet mellett. A gyerekek betekintést nyerhettek abba a munkába, ami ahhoz szükséges, hogy egy szófogadó ebben dolgozhassanak a szakemberek, noha napi edzések, a kiképzés teljesen máshogy épül fel. Alapvetően egy edzés az nem így zajlik, amit látható lesz, mert egy edzésen a kutyának gyakorlatilag minden hiba lehetőséget próbálunk kiszűrni, ami esetleg bekövetkezhet versenyen, és ezért vannak olyan dolgok, amit ott, tehát itt ebben a helyzetben meg sem csinálhatunk. Pont, hogy ezt elkerüljük, hogy esetleg egy ilyet hibázon a kutya. A táborban résztvevő fiatalok nagyon hasznos és jó programnak tartották, hogy megismerhették azt a munkát, ami az ebek kiképzésének hátterében áll. Mindenkit más fogott meg. A kutyák nézése, és amikor kipróbáltuk az ilyen védőszereket, védőtárgyakat, Nekem az volt a kedvencem, amikor bemutatták, hogy mire képes maga a kutya, és hogy milyen erős a teste.
A meleg ellenére is egy kellemes program volt a Dombodok Centrum Kutyás Sportegyesület bemutatója a Dombovári Erzsébet táborban.